Nagy öröm, hogy bejelenthetjük, olyan beruházás valósul meg a Hódmezővásárhelyt Földeákot, illetve Makót összekötő út felújításával, melyet az érintett település lakói már régóta várnak, fogalmazott Almás István polgármester a mai projektnyitón. A városvezető kiemelte, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter országgyűlési képviselő választási ígérete volt a rossz állapotban lévő útszakasz rekonstrukciója, amely a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Mint kiderült, az első 7 kilométeres szakasz munkaterületének átadása megtörtént. Ugyanakkor a még felújításra váró további 5 kilométeres útfelület jelenleg közbeszerzés alatt van. Így összesen a teljes szakasz 100%-os uniós támogatással mintegy 1,5 milliárd forintból újul majd meg. Talán a legfontosabb, hogy a beruházás befejezésével sokkal biztonságosabbá válik ez az útszakasz. Sajnos az utóbbi időben meglehetősen sok baleset történt ezen az útszakaszon, és ez is indokolja ennek a felújítását. Valamint a másik az, hogy a három település, Makó, Földeák és Hódmezővásárhely, ők gyakorlatilag közelebb tud egymáshoz kerülni, és ezáltal, ha ez az út megépül, akkor úgy érzem, hogy a gazdasági lehetőségek is megnőnek a térségben. Farkas Éva, Makó polgármestere is ellátogatott az eseményre, aki szintén az út fontosságáról, a két várost összekötő szerepéről beszélt. Tranzit útszakaszról van szó, az elkerülő útra való felhajtást segíti elő. Mezőgazdasági gépeknek a biztonságosabb használatát segíti elő, illetve logisztikai szempontból is nagyon fontos lesz. A beruházás során megvalósul a burkolatút rekonstrukciója. Új útalap készül, az út jelenlegi szélessége megmarad, megerősítik az útpatkát, kitisztítják az árkokat, átereszeket, új burkolati jeleket festenek fel, és új kreszttáblákat helyeznek ki. A 7 kilométeres szakasz kivitelezése a tervek szerint június közepén kezdődik. A beruházás ideje alatt szakaszos, félpályás útlezárásra számíthatnak a közlekedők. A közbeszerzés lezárását követően hasonló munkát végeznek az 5 kilométeres szakaszon is. Az útrekonstrukció várhatóan idén ősszel fejeződik be.